Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit itt a Léla Facebook oldalán. Ma este Donato Carisinek a Marcus trilógiájával fogunk beszélgetni. Marcus trilógiájáról fogunk beszélgetni. Két beszélgető társam lesz. Nagyon remélem, hogy valóban így lesz, mert kicsit technikai problémával küzdünk. Az első, akivel beszélgetni fogunk, ő Kenyó Ildikó, a General Pressnek a szerkesztője és magának a köteteknek is a szerkesztője. És nagyon várjuk még Gabót, vele magáról a könyvek tartalmáról fogunk beszélgetni. Reméljük, hogy az is sikerül majd. De elsőként üdvözlöm Kenyó Ildikót. Szervusz, Ildi! Nagyon örülök, hogy itt vagy velünk. És ha nem sértődsz meg, bele is csapnék a közepébe. De mutattál nekünk kicsit, hogy ki is az a Donato Carisi? Mit lehet róla tudni? Ki ő? Szia, Luca! Köszöntöm én is a nézőket, és köszönöm, hogy itt lehetek és beszéltek a könyvekről. Csapjunk bele akkor, ahogy te mondtad. Donato Carisi, ugye a neve is sejtető, egy olasz származású író. 1973-ban született Martina Francában, ez Puglia tartományban van, ami helyileg nagyjából ugye Csizmának a sarka feletti rész, ha nagyon be akarjuk határolni. Alapvetően egy jogi tanulmányokat folytató ember volt, aztán kicsit változtatott az érdeklődési körén, és kriminológiát, majd viselkedéstudományokat hallgatott az egyetemen, amit egyébként azt gondolom, hogy a regényeiben ő nagyon-nagyon jól tud kamatoztatni az itt megszerzett tudást, tapasztalatot, és később fordult a figyelmet tulajdonképp az írás felé. Első ízben ő forgatókönyvíróként tevékenykedett. Igazából azt lehetne róla mondani, hogyha egy szóval szeretném jellemezni, hogy egy polihisztor. Amellett, hogy a forgatókönyvírásban is jeleskedik, ugye meg a regényírásban is természetesen, rendezőként is megméretteti magát rendre. Általában egyébként a saját könyveit viszi színre, és olyannyira elismert rendező lett tulajdonképpen, hogy 2018-ban az egyik könyvéből, a La ragazza nella nebbia, vagyis Lánya ködben című regényéből, amelyet ő maga filmesített meg, díjat nyert el, mégpedig az Olasz Filmművészeti Akadémia Davide Donatello díját, amely az egyik legrangosabb elismerés, és ezt a díjat nyert elő az új rendezői kategóriában. És a díjat maga nem más, mint Steven Spielberg adta át egyébként a rendezőnek. Tehát nagyon-nagyon büszkék vagyunk a szerzőnkre ebből a szempontból is, de azért ő mégiscsak elsősorban azt lehet most már mondani, hogy regényíró, mégpedig egy nagyon kiváló regényíró. Egyébként a filmjére még egy picit visszatérve csak annyit mondanék, hogy nagyon nagy nevekkel szokott dolgozni, tehát a forgatókönyveivel tényleg nagy neveket tud magának megnyerni. Így dolgozott együtt például már Tony Servillóval, Jean Renault-val, vagy épp legutóbb Dustin Hoffmannal is az egyik filmjében. És mind a mellett, hogy ő ennyire zseniális, mondhatják azt, hogy tulajdonképpen a magyar olvasók első ízben 2013-ban találkozhattak az ő nevével, mint író. Ekkor hoztak ugyanis az egyik kiadó a Démoni suttogás című regényét, ez volt az ő tulajdonképp első regénye is, amely bestseller lett világszerte, és itthon is azt lehet mondani, hogy nagyon-nagyon népszerű a hazai olvasók körében, különösen akik a krimiket, thrillereket szeretik. Épp utána néztem tegnap, hogy az egyik hazai irodalmi, vagy ilyen olvasói portál, ahol könyves portálnak az olvasói szerint, értékelése szerint még mindig 2013 óta és a 79. legjobb a krimi kategóriában. Tehát azt gondolom, hogy ez egy elég jó mutató. És ugye most, ami terítéken van, amiről beszélgetni fogunk, az a Marcus trilógiája, de röviden talán ennyiben mutatnám be a szerzőt. Hogyan találkoztál először Carisivel? Akkor most következik a személyes vallomás rész. Az az igazság, hogy mondhatni az én esetemben többszörösen adott az olasz emberek, az olasz kultúra szeretete, mert a férjem olasz. És ő az egyik munkahelyi ebéd kapcsán beszélgetett a barát kollégájával az olasz szerzőkről, és ez a barát kolléga egyszer csak kérdezte tőle, hogy ismeri-e ő Donato Carisit, illetve hogy tud-e valamit arról, hogy Magyarországon egyáltalán ismerik-e, népszerű-e, mert hogy a
ennek a bizonyos barátnak a testvére, nagyon jó barátja Karizinek, személyes jó barátja. És akkor, amikor este otthon erről beszélgettünk, akkor úgy döntöttem, hogy utána nézek a dolognak, mert én még nem olvastam akkor a szerzőtől. És láttam, hogy megjelent ugye ez a Démoni suttogás című regény, és ez volt tulajdonképpen az én az első találkozásom vele. És onnantól fogva, hogy elolvastam a könyvet, onnantól már nem volt visszaút, és hát mondhatni, addig rágtam a fülét mindenkinek, amíg nem sikerült elérni azt, hogy jelentessük meg ezt a sorozatot. Természetesen ez nem az egyedül az én dolgom, de annyira lelkes voltam, hogy látták. Mi ragadott meg benne ennyire? Nyilván most csak tényleg a személyes benyomásaimat, érzéseimet tudom mondani, de nagyon jól emlékszem arra, hogy amikor olvastam a könyvet, akkor épp az olasz rokonokat látogattuk meg a párommal, és hogy a vonaton olvastam a regényt, ilyenek hagyták el a szemet, én ezt nem hiszem, ilyen nincs. Hát tényleg lassan a sarokba dobom a könyvet, de nem azért annyira rossz, hanem mert annyira jó volt, és annyira a csavaros, fordulatos, nem egyszer sokkoló, hátborzongató, hogy azt gondolom, hogy ami a krimi-thriller műfajában, amit ő tud alkotni, az valamilyen szinten tényleg egyedülálló. Miben rejlik az ő varázsa? Mitől ilyen különleges ő? Itt megint csak a saját gondolataimat tudom elmondani, és nagyon bízom benne, hogy ez többek olvasmány élvényével fog összecsengeni, illetve arra tudok buzdítani másokat is, hogy vegyék kezükbe a köteteket. Én azt gondolom, hogy ő egy nagyon, tényleg minden megvan az ő könyveinben, ami egy jó thrillerbe kell, vagy amit én keresek egy jó thrillerben. Nagyon szeretem, hogy nagyon intelligensen ír, nagyon jól építi fel a történeteit. Igaz, hogy több szálon futnak, és azért oda kell figyelni sokszor az olvasásukat, de nem gondolom, hogy ez egy ilyen, tehát nem teljesíthetetlen a dolog. Egy olyan kirakós játékot alkot meg tulajdonképpen, amiben én nagyon szívesen és nagyon örömmel veszek részt, és az a jó érzés még, amikor olvasom, hogy tényleg bevonva érzem magam. Tehát nem csak az, hogy látom az eseményeket, zajlanak az események, hanem egyfolytában agyalok rajta, hogy mi lehet, hogy lehet. Az egy másik kérdés, hogy amilyen játékmester ő, azt én soha nem fogom tudni, vagy nagyon nehéz, az utolsó oldalakon sem biztos, hogy ki fogom tudni találni, hogy ki az a mondjuk a gyilkos, vagy akiről épp a regény szól, mert még egy csavarral meg tudja toldani a történeteket, de azt gondolom, hogy egy nagyon jó dolog egy ilyen elmejátékba tulajdonképp bevonódni, amikor thrillert olvas az ember. Persze amellett, hogy nagyon sodró lendületű a könyv, tényleg, hogyha egyszer elkezdi az ember, akkor nagyon nehéz retenni. Nagyon tetszenek a karakterei is, nem, abszolút nem plasztikusak, hanem nagyon is élnek, nagyon is húsvér figurák, mikor vannak is nagyon külön képességeik vagy tulajdonságaik, azt gondolom, hogy ettől függetlenül tud velük azonosulni, vagy épp nem azonosulni az ember, de nincs meg bennük az, hogy ő most a gonosz, ő a rossz, a másik pedig csak a jó, tehát hogy nekem nagyon tetszik az is, hogy tudja láttatni mindenkinek a jó és a rossz oldalát is, tehát hogy nincs egy ilyen fekete-fehér kép tulajdonképp, nem lehet feketén-fehéren jellemezni a szereplőit, hanem azok nagyon is életelteliek, és nem egyszer közeliek. Ahogy egyszer ő fogalmazott egy interjújában, hogy az ő karakterei általában nem az első osztályon utaznak, hanem igyekszik olyan szereplőket kiválasztani, akik nagyon is közülünk valók, vagy tehát ugyanúgy emberiek, esendőek. Nagyon szeretem a leírásait például, ami szerintem nagyon élővé teszi a szöveget. Nagyon részletesek ezek a leírások, de igazából mindennek mindig ott a helye. Én nem látom benne, hogy ilyen felesleges köröket futna. Nagyon élnek ezek a leírások, és nagyon jó olvasni például, amikor Rómának az egyes nevezetességei kapcsán, vagy különböző történelmi háttereket világít meg. Ezek mind-mind hozzáadnak a történethez, és egy kicsit mélyítik tulajdonképp nem csak a mi tudásunkat, hanem magát a történetet is egy kicsit jobban láttatják, jobban érthetővé teszik. És
ezekkel a leírásokkal is összefüggtem, hogy remek az atmoszféra teremtő képessége. Én ezt nagyon szeretem benne. Tehát tényleg annyira be tud vonni ezekbe a regényekbe, hogy mint sok szerzőnek ez sajnos nem sikerül. Hiába jó krimi vagy thriller, de mégsem érzem ezt a fajta pluszt. És amit még nagyon szeretek benne, az az, hogy hiába gondolkodom vele együtt, hiába próbálom kitalálni, hogy mi lesz a vége, rendszerint megvezet az orromnál fogva. Tehát én szeretem ezt a fajta játékosságot is. Annak ellenére, hogy nagyon, tehát mint egy jó krimi thriller, nyilván társadalmi kérdésekre is reflektál, és nagyon mélyen tud ezekbe belemenni, nagyon elemi erővel tudja őket láttatni. Ezeket én például nagyon szeretem, tehát azt hiszem első körben ezeket emelném ki tőle. Azt írtad, hogy Carrizi nagyon alapos, és hogy nagyon-nagyon jó atmoszféra teremtő képessége van. Hát ugye én is olvastam a regényeit, úgyhogy ezt én is tudom. És ugye úgy építi föl a történeteit, hogy azok legtöbbször sok szálon futnak, és mindig egy kicsit visszatekintünk a múltba. A történelmi múltba, az adott eseménynek a saját múltbéli előzményeire, okaira. És az jutott eszembe, hogy tudsz esetleg arról valamit, hogy ahhoz, hogy ez ilyen alapos és ilyen átfogó legyen, Carrizi hajlamos arra, hogy ő sok kutatás előzi meg az írás folyamatát, mielőtt aztán neki is ül megírni egy-egy történetet? Igen, határozottan tudom állítani, hogy ő ez a fajta ember, aki tényleg... Említettem korábban ezt a kis videót, vagy bejegyzést, amit ő egyszer készített az írás folyamatáról, és ebben ő mondja az első között, hogy a legfontosabb a regényírásnál az tulajdonképp maga a kutatás. Tehát ezzel kell, hogy induljon ez az alfája az egésznek. Innen indul minden, és ez nem csak hiszen amikor megalkotja a karaktereket, ők nem egy ilyen zárt, hermetikus térben léteznek. Nyilván lehetne ez is egy regény téma, de esetében nem erről van szó. Hanem ugyanúgy, tehát bele kell őket helyezni egy helyszínbe, egy bizonyos korba, és ezt ahhoz, hogy jól tudja megtenni az ember, hogy kellőképp hiteles legyen, vagy esetében nem, tehát esetében tényleg nagyon a hitelesség egy kulcsmomentum, ahhoz viszont óvatatlanul nagyon sokat kell kutatni, és itt nem feltétlenül, vagy elsősorban arra kell gondolni, hogy beül levéltárakban, lapoz forrásokat és olvas. Nyilván ez is megvan, de nagyon szeret olyan emberekkel konzultálni egy-egy könyve megírása kapcsán, akik valóban szakértői a témának, és őket tulajdonképpen addig jár a nyakukra, amíg minden kérdésére választ nem kap. És tényleg ez a fajta, én nekem még nem sikerült ötletten érnem abban, hogy valahol tévedett volna. Tehát nagyon alaposan utána megy mindennek, és szereti a maga személyes élményeit is úgymond beleszőni. Nagyon sok esetben, vagy több helyet is írja azt, hogy amikor például Róma bizonyos történelmi nevezetességei, vagy azokon a helyszíneken, ahol mi elkalandozunk a regényekben, tehát ezek megjelennek, ott nem egyszer például a barátaival karöltve kereste fel ezeket a helyeket, és ők is mesélték. Mindenki hozzáad egy kicsit a történethez, és elmesélték, hogy az adott hely miért nevezetes, vagy miről nevezetes. És akkor ezek így összeadódnak a végére, és ő azt is mondja egyébként, hogy tehát nyilván lesz egy hatalmas adatmennyiség, amit ő ezáltal megszerez, de azt mondja, hogy egy jó író olyan, mint egy jó séf a konyhában. Ki kell választani a megfelelő hozzávalókat, ezt ő dönti el, hogy melyek lesznek azok. Nyilván alakul egyébként a regényírás folyamata közben is, hogy melyek maradnak ki, melyek nem. De az, hogy, tehát az, hogy az ízharmónia a végén létrejöjjön, az ahhoz óvatatlanul kell az, hogy legyen miből meríteni, és ő ezt a kutatásában tényleg nagyon alaposan véghez viszi. És azt mondja egyébként, hogy a legutolsó lépés, amikor valaki megírja a regényt, az tulajdonképp maga a regényírás. Tehát amikor már mindennel megvan, elvégezte az összes kutatást, adott egy struktúrát a legénynek, ebben egyébként nagyon jó, mert hiába tűnik úgy, hogy nagyon kúszol a könyv, de minden ott van a helyén, tényleg.
ha esetleg valaki arra vetemedik, illetve nem vetemedik, szerintem ez egy jó dolog, hogy többször is elolvassa a könyveit, akkor nyilván az első körben még jobban a lendület viszi az embert, hogyha többször belemerítkezünk a könyveibe, akkor lehet ezekre az apróságokra is figyelni, és tényleg nagyon jó ezt látni, hogy ennyire összeáll minden. És hát ugye miután megalkotja magát a gerincet, a vázt, ami nélkül tényleg képtelenség lenne egy jó regényt megalkotni, és mindent elrendezett helyén, utána a lehető legutolsó lépésként kezdi el magát a konkrét regényírást. Az első kötet az a lelkek ítélőszéke. Ebben ismerjük meg Markuszt, aki ugye maga is pap, mégpedig egy elég különleges rendnek a tagja. És én olvastam én is több interjút Karizivel, nyilván a könyvekről, és szerintem, aki kicsit is ismerik a műveit, azok gondolom, hogy mind annyira kíváncsiak, mint amennyire én is olvasás közben, hogy valóban létezik a bűnök archívuma? Igen, valóban létezik. És ez mit csoda? Hát ugye ez az, amit, ha nagyon titokzatos akarok lenni, akkor azt mondanám, hogy mindenki olvassa, és a regényből ki fog derülni, de tényleg létezik ez a bizonyos bűnök archívuma, ahol feljegyeztetnek az emberek bűnei. Én tényleg azt javaslom, hogy mindenki olvassa el a regényt, és abból ez fel fog terülni. Nem szeretnék nagyon részletekben menően erről beszélni. Lehet egyébként egy-két kurszót, ha mondok, mint az apostoli penitenciária, akkor utána lehet nézni. De szerintem mindenki jobban jár, hogyha a lelkek ítélőszékéből próbál erről első ízben hallani. Ugye ő is mondja egyébként, majd kiderül a regényeknek az utószavából, hogy ő honnan szerzett tudomást ennek a létezéséről, és tulajdonképpen, ahogy ő is mondja, egyszerűen hihetetlennek talált, hogy erről még senki nem írt regényt. De most. Említetted ugye néhány perccel ezelőtt, hogy hogyan is találkoztál először Karizivel, és ugye a szerkesztőségben állunk, te hoztad őt a képbe, te ajánlottad őt, hogy miután utána nézte, hogy ki ő, mi ő. De ugye Karizi esetében egy idegen nyelvű könyvről van szó. Csak így röviden bemutattad nekünk, hogy igazából mi is a szerkesztőségi folyamata annak, hogy az ember rábukkan egy értékes regényre, és úgy gondolja, hogy az a magyar olvasók számára is fontos, meg jó, meg izgalmas lehet, de hogyan zajlik ez? Alapvetően mi egy főleg külföldi szerzőket kiadó profillal rendelkezünk, tehát igazából én erről a szegmensről tudok jobban beszélni, és nagyon sok összetevője van, vagy forrása van tulajdonképp annak, ahonnan mi próbáljuk kiválasztani azokat a könyveket, amelyeket kiadásra érdemesnek találunk, és bízunk benne, hogy elnyerik az olvasók tetszését is, mert hát azért a könyvek sorsa mégiscsak az ő kezükben van. Az egyik ilyen legfontosabb forrás tulajdonképpen az irodalmi ügynökségek, az irodalmi ügynökök vagy scoutoknak a működése, akik különféle formában, személyesen, online konzultációval, vagy pedig hírlevelek formájában mindig elküldik nekünk az aktuális megjelenéseket, vagy azokat a könyveket, amelyek még nem jelentek ugyan meg, de témájuk az elkészült részletek alapján jó eséllyel pályázhatnak egy bestseller címre. Aztán emellett természetesen folyamatosan monitorozzuk a nemzetközi könyvpiacot, és ebben nekünk nagy segítségünkre vannak az említett irodalmi ügynökök, hiszen világszerte annyi remek könyv jelenik meg évről évre, hogy ezt teljesen átlátni szerintem lehetetlen. Úgyhogy nagyon jó nekünk ez a mankó, amit ők nyújtanak. Meg persze olvassuk a különböző könyves folyóiratokat, recenziókat, mi is nézzük a sikerlistákat, hogy melyek azok a könyvek, amelyek más országokban már befutottak, és ezek alapján is próbálunk választani. Aztán megemlíteném még az egyik, nem csak az egyik, hanem a nagy nemzetközi könyvvásárokat, ahol ugyancsak Frankfurt, Bologna, London, ahol ugyancsak különféle ajánlatokkal találkozunk, illetve hogyha ott részt tudunk venni, ami nagyon szerencsés általában, akkor ott kvázi egy ilyen kiállítás szerűségnek tudnám leírni, ahol alkalom nyílik az eszmecserére a személyes ajánlásokra,
azért látunk kirajzolódni nemzetközi trendeket, tehát ezek a könyvásárok jó előrejelzői annak, hogy mi várható az elkövetkező években, vagy melyek azok a könyvek, amelyek nagy valószínűséggel sikeresek lehetnek, akár a hazai piacon is. Persze az, hogy külföldön siker, az nem garancia arra, hogy itthon is az lesz, de azért tényleg ez is egy támaszték nekünk, hogy azért mégse a nulláról kelljen indulni. Ahogy az én esetem mutatja, vagy ez a történet, a Kariszi története mutatja, nyilván szerepet játszanak a személyes tapasztalatok, olvasmányélmények, preferenciák, vannak a szerkesztőségben is mindenkinek kedvenc szerzői, akiket időről időre, hogyha eddig még nem sikerült kiállni, azért beajánlunk. Illetve azt kell mondanom, hogy ugye azért nekünk a szívünk csücske az az olvasó a könyvek mellett. Tehát az ő véleményükre is nagyon, nagyon adunk, és nem egyszer történt már meg az, hogy olvasói ajánlásra néztünk utána egy szerzőnek, és döntöttünk úgy, hogy ezt megjelentetjük a kiadói profilban. Tehát röviden így jellemezném, és onnantól fogva, hogy egy-egy könyv terítékre kerül, mindig egy ilyen nyilván a főszerkesztőnknek van ebben a döntő szava, illetve a kiadó ügyvezető igazgatójának, hogy mi az, ami tényleg megjelenik aztán a piacon. Köszönjük szépen! És azt is, hogy ezt elmondtad nekünk, most elbúcsúzok tőled, és olyat próbálnánk, ami eddig nem volt, ugyanis a technika közbe szólt, és Gabót úgy tűnik, hogy csak telefonon fogjuk tudni elérni, úgyhogy nagyon remélem, hogy majd jól fogjuk hallani egymást, és működni fog majd a dolog. És akkor Gabóval megpróbálunk beszélgetni a könyvekről. Halló. Szervusz, Gabó, hallasz minket? Igen, itt vagyok. Sziasztok. Szeretettel üdvözöllek, közben itt megy nekünk az élő műsor, ugye, aminek te is a vendége lettél volna, csak most a technika közbeszólt, és elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol magukról a könyvekről szeretnénk beszélgetni. De mielőtt a könyvekről mondanál nekünk néhány szót, én azt szeretném kérdezni, hogy... össze tudnád nekem foglalni röviden, hogy milyen élmény is Karizit olvasni? Ahogy Ildik is mondta, van egy sajátos viszonylagstétszúrusa, és nagyszerű atmoszférát terem. Maga a római háttér, meg a Vatikán már egy jó terep az egész történethez. Ez kellő misztikus, ad hozzá valami olyat az olvasónak, egy pluszt, ami a szokványkrimitől azért kilendíti. Tehát a bibliai történeteket, vagy a régmúlt eseményeket valahogy olyan szépen mossa össze a jelennel, ad rá magyarázatot, vagy világítja meg ezt a háttér történéseket, hogy teljesen hihetővé teszi, és valahogy beavatja az olvasót igazából a Vatikán életébe is. Értem, három kötetből áll a sorozat, ugye a Lelkek ítélőszéke, a Sötétség vadásza és az Árnyak mestere. Megtennéd, hogy egyesével kicsit végigmegyünk a könyvökön, hogy úgy, de csak finoman, hogy ne áruljunk el túl sokat, hogy mirel is szólnak az egyes regények? A Lelkek ítéle székében ismerjük meg ugye rögtön az elején Márkuszt, de miről is szól ez a kötet? Márkusz egy egyházi nyomozó, ő is kicsit keresi önmagát, emlékezett kiesése van, nem megyünk bele, és mellette a fő jelen vonala, hogy rajnok tűnnek el, egy sorozatgyilkos működik, és a történetben, hogy legyen egy ellenpont, akkor megjelenik Sandra a fotós, aki férjének a titokzatos halálát próbálja kideríteni, mert úgy tudja, hogy baleset áldozata lett, aztán történik valami, amire kiderül, hogy bizony nem biztos, hogy úgy van ez. Ők ketten összefognak, és próbálják a sorozatgyilkost is megtalálni, meg a régebbi eseményeket összehozni úgy, hogy kiderüljön, tehát ez a két szál keresztezi egymást, és a sötét titkok, amik megbújnak az egészbe, hát az tényleg csavaros, és olyan fordulatokat produkál, hogy tényleg elviszi az olvasót. Tehát amit mondod, hogy figyelni kell olvasás közben, tényleg az, hogy több szálon fut, az egy dolog, de az események háttere, meg a hatásai a mai életre, és meg a múltbeli dolgok, ez az, ami inkább izgalmasabb talán. A második rész, az a Sötétségvadásza, az sem
kimondottan bibliai történet, meg nem ilyen, nem igényel különösebb ilyen ismereteket. Ez a modern világ sötét titkai, meg a fordulatos thriller szál keveredik megint csak. De nagyon jó egyensúlyt tud tartani végig. Sodró történet olvastatja magát, a rejtélyek színessé, mozgalmassá teszik az egészet, és hát a Sandra itt is feltűnik, és tovább is jó párost alkotnak, hogy az igazság meg a gyilkos nyomát kutatva együttműködjenek. Különben tényleg rengeteg meglepő fordulat van benne, tehát amikor az olvasó úgy képbe kerül sokszor, és akkor igen, igen, nyomoz magával ő is, akkor történik valami, amikor, ami kicsit úgy felreállítja a történetet, és rádöbbenik, hogy korán sem úgy van az egészen. És ezzel tudja tovább vinni, hogy olyan lendületet adni neki, hogy tényleg lehetetlen letenni, vagy tényleg, ahogy ő is említette, ne, nem létezik, és de, de. A lezárás, az Árnyak mestere, ez nem tudom. Én várnék még egy negyedik részt igazából, ez olyan, nekem nagyon röviden megmagyarázok mindent, és befejezte, ugyanakkor hagyok itt egy-két kérdést, amit talán az olvasó fantáziájára bízott. Úgyhogy én még várok egy negyedik részt, hát, ha valami magyarázat vagy kiegészítés még kerekedik belőle erről a titokzatos társaságról, amit említettetek az elején is, meg tehát ügyesen zavarja össze az olvasót is, ugyanakkor tényleg az épületek, a hagyományok, a pápa választástól, tehát feszültségben, tájleire, minden tökéletesen működik végig. A regények cselekményszála ugye nagyon összetett, ezt említettétek mind a ketten, és nem csak azért, mert ugye Markus egy pap, hanem maga a történet felépítése is pont olyan, hogy ez, hogy végig nagyon moralizáló maga a regény, és a lélektani folyamatok azok rendszeresen végig kicsérik az orvosót. Hallhatjuk a belső gondolatokat, a vívódásokat, hogy a főszereplők éppen milyen állapotban vannak, vagy milyen lelki nehézség árán próbálják megoldani az adott szituációt. És a fókusz ugye azért mégiscsak Markuson, a főszereplőn van. Három regénynek is ő ugye a fő mozgatórugója, de mi az ő különleges képessége, amiért ő a központba kerül, és milyen utat jár be ő ebben a három történetben? Mint egyházi nyomozó és profilozó, tehát a múlt bűneit is próbálja valahogy tisztára mosni, hogy megmagyarázni a jelennel, de nagyon különleges a háttere, tehát nem akarom tényleg spoilerezni, mert érdemesen olvasni, és hát ezek a vallási háttér, ez egy eredet és különleges hátteret ad az egésznek, ez a misztikus, ami valósággal is válhat. Tehát a Vatikán sötét titkai mellett a vallási nézetek ütközése meghökkentő eredményre jutunk, tehát valamikor tényleg azt mondja az ember, hogy nem is gondolta volna, és tényleg, ahogy említette, hogy nem az FBI vagy az Interpol a legnagyobb bűnügyi archívum, hanem a gyónásokból eredően a Vatikán őrzi ezeket a bűnöket. Azt szerintem azért elmondhatjuk, hogy Markus olyan nehéz helyzetben van, hogy elvesztette az emlékezetét. És igen, azt említettem, hogy ő igen. Is keresi önmagát is valahogy, igen. Igen, és ugye ebből kifolyólag, már nem is emlékszem konkrétan, de az első résznek viszonylag az elején, ő azt érzi, vagy azt gondolja, hogy attól, hogy neki a rengeteg emlék önmagáról nem terheli ugye az agyát, a kapacitását, ezért hihetetlen jó a memória és a megfigyelő képessége. Ezért is olyan nagyon jó erre a feladatra. De amire én kíváncsi vagyok, hogy az ő saját történetében, hogy megpróbálja ugye föltárni önmagát, vagy emlékezni, vagy nem is tudom, az ő saját történetében a végére van valami csavar, vagy megtörténik végre az áhított állapot, hogy tisztába kerüljön önmagával? Persze ezt anélkül, hogy túl sokat árulnánk el. Igen, nem is szokványos kimi. Én úgy gondolom, hogy igen, tehát kezd helyre, azért, hogy én még várnék egy lezárást, vagy nem is tudom, hogy bővebb. Ez olyan kicsit itt a nyitó, tehát olyan erre is billentek a dolgok, meg nem is, tehát olyan mesterien vitte az egészet, vagy az olvasó úgy gondolta, hogy igen, érzi, érti az egész cselekményt, és aztán néha fejreáll,
mert az ellenkezője sem volt igaz mondhatni, mint amit addig gondoltunk, de Márkusz személye pedig hát eleve egy különleges ezzel a képességeivel is. Tehát tetszetős egy krimi, vagy nem egy szokvány krimi semmiképpen. Tehát nem csak egy szövevényes a történet és összetett, hanem maga a személyiség, a karakter is olyan, ott a háttere miatt. Lassan lejár az időnk, úgyhogy már csak egyetlen egy kérdésem lenne hozzád, Gabó. Ugye többször említettük a beszélgetés folyamán, hogy a jó és a rossz kérdése, vagy miben léte, az ugye végigkíséri mind a három regényt, és ez csak ilyen, hát ilyen kikacsintó kérdés tőlem hozzád, hogy bár ez egy thriller, de hát mégiscsak egy papa főszereplő, hogy van valami, amit te tanultál ebből a jóról és a rosszról, amit tovább viszel magaddal? Az bennünk van, és mit döntjük el, hogy melyik uralkodik, illetve melyiknek adunk nagyobb teret valahol. Tehát ez valahol azt sugallaná a megértést és az elfogadást is, hogy valahogy békésségben éljünk egymás mellett, illetve hogy úgy tudjunk létezni, hogy a másikat is élni hagyni. Köszönöm szépen, és azt is, hogy így telefonon is bejelentkeztél és a rendelkezésünkre álltál. Ildikó, neked is nagyon szépen köszönöm. Remélem, hogy felkeltettük az érdeklődését azoknak, akik még nem ismerték ezt a trilógiát. Ezek után gyorsan is azonnal elkezdjük olvasni. Én jó pihenést kívánok mindenkinek, én is örülök, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra! Viszontlátásra! Sziasztok!